A dél-dunántúli Dombóvárát 1310-ben említik először az írott források. Jelenleg az árkok és sáncok vonalai, valamint két fal maradvány látható az egykori várból. A 8 méter magas, vélhetően az északkeleti sarok maradványa lehet. 11. éve történik a Dombópál várának a feltárása, illetve azok a kutatások, hogy valamilyen úton módon visszaálljon az az eredeti állapot, amelyet több száz éve ezelőtt itt volt. Ma már a feltárásból lehet látni, és már tavaly is körvonalazódtak a várnak a régi vonalai, és nagyjából most már egy grafika segítségével akár meg is lehet nézni, hogy milyen vár állott itt valamikor Dombóvár határában. Örömteli a történet, hogy 11 éve zajlik már ez a feltárás. Én, mint laikus, 5. éve veszek ebben részt, és azt mondom, hogy az idei évben számra is már értelmezhető az a munka, ami itt folyik, hiszen felállunk oda a domboldalra, onnan teljesen jól látszik a várnak a vonal, és azok a felépítmények, amelyek betöltötték ezt a várudvart. Az idei évben nagyot álmodtunk, és július 1-től augusztus 9-ig zajlik itt a munka. Soha nem látott létszámmal vesznek részt itt ma a diákok, és azok a egyetemi pedagógusok, akik ezeknek a lelke és motorja az egész feltárásnak. Az idejében egy kis meglepetés is ért minket, hiszen a kaposvári honvédség 30 fővel részt vett a 0. napon, amikor felnyitották azokat a területeket, amelyek tavaly vissza lettek takarva. Berta Adrián régész elmondta nekünk, hogy az elmúlt 11 évben szisztematikusan tárták fel a Dombóvár romjait. Az északi épületszárny udvari homlokzati falán állt két belső torony, ami a várudvarra nézett. Ezek közül az egyiket néhány évvel ezelőtt részlegesen már feltártuk. Most a 2 évvel ezelőtt a másik toronynak a feltárását kezdtük el, és ezt szeretnénk idén be is fejezni. Továbbá a mögötte húzódó épület résznek a beomlott és feltöltődött pince szintjét tervezzük idején feltárni. A nyugati oldalon középen hatalmas lakótorony emelkedett, az északi és a déli oldalon pedig alápincézett lakóépületek álltak. A várat vizesárok vette körül, melynek nyomai még ma is fellelhetőek.